Évvel ezelőtt, akkor lehet, hogy azoknak ismerős, mert akkor is ezt a verset kerestem ki, és akkor is nagyon aktuális volt, és most is nagyon aktuális. Köszöntő, Tóth Árpád verse. Te kedves udvar, meghitt régi termek, te 80 éves drága iskola. Ma minden régi híved újra gyermek, és köszönt, mint kisdiákok friss sora. Ma összegyűltünk a szelíd szigetre, melynek vihar nem ronthatja falát, ma összebújunk szépen a szívedre, mint anya szívére a kis család. Ma nem fáj úgy, hogy sok vágy semmivé lett, mióta messze hagytuk falaid, hogy prózává hervasztotta az élet gyermekkorunk tavaszi dalait. Hogy gyakrabban láttunk több is, mint pálmát, és hogy hajunk is már itt-ott szürkülő, mint hogyha ifjúságunk aranyálmát bús ezüsté alkudná az idő. De rátekintünk, és megilletődve idézzük virágzó ifjúságodat, mely büszkén és bízón néz a jövőbe, s 80 évet friss kedvel fogod. Köszöntünk hát, mint erős anyánkat, s még lábunk szentelt küszöbödre hág, úgy érezzük körödben újra áthat a szívedből áradó ifjúság. Jó iskolánk! Élj még sok-sok évet, élj még virulj, légy fénylő, tiszta, nagy. Követ közt lüktessen újra élet, ezer meleg szív, ezer büszke agy. Nemes tanárok, sok nemes tanítvány, hírét növeljék a tisztes falak, s ne álljon meg köztük soha hitvány, s ne roncsa fényük soha rúdsavak. Éreztem, hogy Tóth Árpád noha nem tudta, hogy ez az iskola létezik egyáltalán. Szinte nekünk írta. Most pedig szeretnék egy kis visszatekintést az iskola történetére, munkásságára, a szervezettségére, és végül pedig felsorolom, hogy kik tanítottak itt, és megemlékezünk róluk is. Most 2007-et írunk, és 80 éve épült fel az iskola. Egy 1899-es térkép szerint, amit itt őrzök, azt mutatja a térkép, hogy ez a terület már akkor is elég népes volt, tehát egy iskolára feltétlenül szükség volt, de 1899-ben. Volt egy nagyon agilis háborút járt ember, írástudó ember, így mondtam, Bódi Istvánról van szó. Összefogta a gyerekeket, és írni, olvasni, számolni tanította. Úgynevezett betűvetésre tanított őket, és olvasásra, számolásra tanította. Hát ez meg kezdetleges megoldás volt, úgy emlékeznek vissza, hogy vitték a kis sámlit, meg a palatáblát,
és a tiszta szobában leültek, körbeültek, és ott tanítgatta őket a Pista bácsi. Aztán nem sokára szaporodott a gyerek létszám, hiszen Barta lakossága növekedett, mert egyre több földet tudtak vásárolni, hiszen ez valamikor talán almási birtok volt, és felosztották és eladták a telkeket, és nagyon messziről is jöttek emberek. És akkor építettek a udvar, a kertnek a túlsó felébe, most a fáktól nem látszik, egy egytantermes vályokból épült iskolát. Hát akkor is elég sok gyerek járt már oda, hiszen nem voltak analfabéták a gyerekek, ahonnan érkeztek, ott már megkezdték legtöbben a tanulásukat, de akik kezdők voltak, azoknak külön volt egy kezdőcsoport, és a körülbelül 3 óra hosszát foglalkozhattak velük. Azért tudom, mert én is ilyen osztatlan iskolába kezdtem a tanítást, és akkor 8 osztály volt, és akkor így osztottuk meg, hogy 8-tól 11-ig a kicsik, 11-től 1-ig a középső, és akkor utána pedig a felső tagozat. Nagyon nehéz tanítás, nagyon nehéz körülmények voltak ezek, nem a tanítás volt nehéz, hanem az eredményesség volt, nem volt olyan, mint ami egy osztott iskolában elvárható lenne, mert kevés volt az idő. Megoszlott az önálló foglalkozások kiosztására, emlékeznek rá sokan, aztán a tanításra, majd utána az önálló foglalkozások ellenőrzésére, és ettől olyan 25 percesek voltak az aktív órák. Amikor az iskolánkat annak idején elbúcsúztattuk, én Herbály Sándor bácsitól, ma már szegény meghalt, akkor is már 89 éves volt, mikor ezeket nekem elmondta. Most pedig, mikor újra szükségem volt adatokra, akkor a 84 éves Tarti György segítségét kértem, akinek brilliáns agya pontosan emlékszik mindenre. Itt laktak a szomszédanyában, tehát még az iskola születését is végig tudta kísérni. Hát azt hiszem, hogy ezt mindenki ismeri őt. Az 1920-as évek, tehát a háború utáni években, mostoha körülmények voltak, és mégis dicséret érdemli az akkori kormányban, főleg gróf Klebezve Kunó kultuszminisztert, aki elrendelte, hogy minden tanyai település kapjon iskolát. A nevét őrzi mai napig is a oltíves rendszer, a voltíves, hát stílusnak nem tudom, nevezhető, ezt egy műtőtérész jobban tudná, de típusnak nevezhető. Voltíves folyosók és tágas, világos, sokablakos tantermek. Tehát ez már korszerűnek volt mondható. Törökszentmiklóson hát nem voltak rózsás körülmények a háború után, de volt egy agilis főjegyző, Erdélyi Kálmán, és nagy nehézségekkel küzdve keresztül vitte, hogy fölépüljön ez a mai iskola. Hát állami támogatással természetesen, de a típusát azóta is megőrizte. Sőt, a Klebersberg Kunó unokahúga egy alapítványt is alapított, ami védi ezeket az iskolákat. Én most tudtam meg Hajnal Lászlótól, illetve Hajnal Lasszitól, úgy jobban is mindenki, hogy ez az alapítvány létezik, és szeretnénk kapcsolatot fölvenni vele. A Bartai iskola átadása 1927-ben volt, 80 évvel ezelőtt. Építői, Erdődi és Kovarki mesterek voltak, 2 darab 8x6 méteres tantermet építettek, egy kis termet, ami néha változtatta a funkcióját, tanításra is alkalmaztuk. Iskolaigazgatóság, mikor a külterületi igazgatóság megalakult, akkor itt volt a
a külterületi igazgatóság Karakas Sándor vezetésével, akkor irodának használtuk, utána pedig tévészoba és könyvtár volt. Nos, 1948-ban kötelezővé tették a 8-osztályos oktatást, eddig csak 6 osztályig tanítottak a tanyákon, de általában is. A tanárok szaktanárok tanításával indult meg, vagy szaktanárok besegítésével indult meg, akik török-szentmiklósi különböző iskolákból jártak be, vagy pedig máshonnan helyezték ide őket. Majd felsorolom a nevüket, és gondolom, hogy sok ismerős név kerül elő. Én 57-ben kerültem ide. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy az iskola kezdésekor 160 fős tanuló létszám volt. Szép, ugye? Amikor 57-ben ide kerültem, ezt csak azért említem, hogy 79 gyerek járt még akkor is ide, a 8 osztályban. Természetesen el is ment, azok kijárták az iskolát, új ember, vagy új gyermekek talán nem születtek annyian, hiszen közben idősödtek a meglévő szülők is, és még unokák nem szaporították a létszámot, tehát már látszik a fogyás. 64-ben viszont az iskola reformmal egy korszerűbb oktatásra volt szükség, és akkor a felső tagozatot megszüntették a tanyaiskolákba. A gyerekeket busszal hordták be, iskolabusszal, vagy pedig, akik úgy gondolták, hogy bennlakást is vállalják, azok a Bethlen Gábor úti iskola tanyai kollégiumában nyertek elhelyezést. Ez már valóban korszerű volt, és a felső tagozatnak közelebb került az oktatása a továbbtanuláshoz. Az alsó tagozat maradt összevontan, és a tanárok, a felső tagozat, a tanárok, a szaktanárok, a gyerekekkel együtt bementek a várra. A TS könyvben megerősödött, és kaptunk villany, nagyszorú. Hát esti foglalkozásuk igaz, nem voltam, de esti foglalkozások a kulturális téren se lehettek a villany hiány miatt, mert a petrólumlánk azért tömeget nem tudott megvilágítani, és rendezvényeket se tudott. Viszont volt egy gazdakör, amit a levontott a régi iskola anyagát építettek a gazdák saját maguk, és ott volt egy nagy, nagy terem, 10x8 méteres, ahol színpad is volt, és ott lehetett kulturális foglalkozásokat csinálni. Akik emlékeznek, biztosan még részt vettek színdarabokban is, vacsorásbálak voltak. És később, mikor a villany bevezették, akkor filmvetítés is volt, heti filmvetítés. Tehát egy kicsit fejlődött a környezetünk, és fejlődött az iskola is. 64-ben kaptunk tévét is. Hát ez megint nagy szó volt, még itt senki, hát persze, hogy senkinek nem volt, hiszen villany se volt. És a kollégium, a gimnáziumi kollégium használt tévéjét újra cseréltek, azt megkaptuk. És attól kezdve kinyílt előttünk a világ. Esténként tömbe volt a terem, és néztük a filmet. Az első filmünk, nem felejtem el, a Hinton járó szerelem volt. Nos, igazság szerint még a villany nem volt bekapcsolva, csak a vezeték volt bevezetve. Az egyik gépész, traktoros, Vas Károly minden este elment a trafóházhoz, hiszen ő tag volt a TS-ben, hozzáférhetett, bekapcsolta a villany, a tévé után pedig kikapcsolta. Kifogtunk egy kicsit a hiányosságot. Hát sajnos a gyermek létszám fokozatosan csökkent, idősödtek a szülők, nőttek a gyerekek, bevándoroltak a felső tagozatosok, miután az alsót elvégezték, szóval egyre csökkent, és 1970
nyolcban megszűnt az iskola. 9 fős létszám volt akkor. Érthető, hogy már nem volt gazdaságos fenntartani 9 gyerekért egy iskolát. Akkor már csak egyedül voltam, és visszaléptünk a összevont, 4 osztály összevonásra. Tehát ez sem volt egy korszerű oktatás. Kiadtuk a jelszót, búcsúztassuk el az iskolát méltóképpen. Most akik nem jártak ide, a hozzátartozók vendégek, azok észrevehetik, hogy a lelkesedés ma is nagyon nagy. Sokan összejöttünk, fiatalabbak, idősebbek, akik valaha itt jártak és megszerették ezt az épületet, megszerették az iskolát, szerették egymást is, hiszen összenőttben éltünk, mint a család. Mindenki mindenkivel jóba volt. Én nem tudom arról, hogy a nagy ellentétek lettek volna. És ezt a gyerekeken is lehetett érezni, ezt a nyugodt, magabiztos légkört, hogy biztonságban érezhették magukat egymással szemben is, szomszédokkal szemben is, mindenkivel. Meghirdettük a búcsúztatót. Egyik volt tanítványunk segítségével a Népszabadság hirdette meg országosan, hiszen akkor már szanaszét repültek a diákjaink, és bizony sokan egyetemet is végeztek, és ott maradtak a munkahelyük, talán közelebb volt a nagyvárosokhoz, és ott maradtak, tehát országos lapnak kellett hírezteni. Hát akik emlékeznek rá, azok tudják, hogy az utunknak a két oldala hosszan tele volt autóval. Sarkadi Sándor, a megyei rendőr közlekedési osztályának a vezetője, két rendőrt hozott ki biztosítani a rendet és a forgalmat, hogy ne állják egymás útját, hiszen ő is ide járt iskolába valamikor. Hát el lehet képzelni, hogy micsoda öröm volt találkozni mindenkinek, mindenkivel. Akkor sikerült kihozni a régi naplókat, és szembesültek a régi diákok a gyerekkori csínyeikkel, jegyeikkel, csúfolgatták egymást, nevetgéltek, de nagy összecsókolózások, összeölelkezések, hogy fergeteges sikere volt a találkozás, ennek a búcsúztatása. A műsort a maradék gyerekek adták, és ezek közül, aki a verset mondta, ma is itt van, akinek édesanyját, édesapját, sőt a nagymamáját, nagypapáját is tanítottam, meg tanítottuk. Marika, hol vagy, Marika? Ja, itt van. Harmadik generációs. Ő volt a versmondó kislány. Hát ma is lélekmelegítő érzés, de akkor különösen az volt, mert megsiratták az iskolát. Azok is, akik már kikerültek. Ez az iskola, nem tudom meghatározni, hogy műemléknek tekinthetője, de hogy értéke nagy, az épület értéke, nem mint iskola, de az épület értéke is nagy. Ezt biztos merem állítani, és most kiadtuk az új jelszót, mentsük meg az iskolát. Én szeretném, hogyha a polgármester asszony és a polgármester helyettes úr ebben nekünk nagy segítségünkre lenne, hogy valahogyan próbáljuk hasznosítani az iskolát, hogy visszakerüljön a városhoz, és ha akár iskolák nyári táborának, akár bármire szeretnénk, hogyha életben marad az iskola. Ugyanis versengenek érte, de raktárnak szeretnék a itt élő nagyobb gazdás, és az pedig azt hiszem, nem, azt már nem élné túl. Most pedig felolvasom végsőként a pedagógusok névsorát. Abba a régi iskolába, a kezdetleges iskolába Szíj Ferenc tanított.
Ceglédről került ide. Hát a többieket már, hogy hogyan csoportosították, ezt még a Tajti György se tudta pontosan megmondani, de a továbbiakban itt tanított Bihari Nagy Lajos, ezt később íróként tartották számon, és azt hiszem, hogy változtatott is pályát, és maradt íróként. Dr. Parajos Gyula itt szerezte a doktorátusát. Mi alatt itt tanított, közben tanult, és itt szerezte már a doktorátusát. Rettegi Ungvári Gyula Erdélyből menekült. Merki Teréz szintén Erdélyből menekült. Na, Gyula! 25 évig tanított itt, tehát ezért bólogatom, mert szinte mindenkit tanított, addig, amíg el nem került innen. Kihagyta valakit, Pátyol Jenő, ugye, ős ismerős. Valami még volt a Merki Terézzel egy fényképen valamilyen Béla nevezető tanító, aki tudja esetleg, majd szóljon, mert nem tudtam beírni bennet írni. Honád Jánosné, Sinka János, Legeza Mihály, Fazekas Irén. Ekkor már jönnek a szaktanárok, Karakas Sándor, matematika, fizika, Szabó Lajos, biológia, földrajz, Dr. Gyergyói János, kémia és biológia, Csikós Franciska, magyar történelem, a puskám, Szilágyi Dezső, igaz, hogy az ő lakását foglaltam el, mikor ide kerültem, de nem tudom, milyen szakos volt-e, vagy tanító volt, ez meg erre nem derült egy. Domján Lászlóné, aki kisújszálláson van most, és tegnap beszéltem vele újra, hogy el tud-e mégis jönni, és mélységes szeretettel üdvözöl mindenkit, akit ismer, akár tanította, akár nem, de nagyon beteg, izületi fájdalmai vannak, a lábából baj van. Markót Irén, Herke István, Szűrös Istvánné, Szalóki László, Sté Irén, kormánybarna óraadóként. Most pedig hagy olvassak föl egy levelet, amit egy régi tanítványunk írt, hát nem olyan nagyon régi, de... Kimaradtak. Kerecsenyiné kimaradtak. Ja, Olga, persze, átugrottam. Tényleg, Kerecsenyiné Olga. Aki megadta, számomra megadta a megnyugtató érzést, hogy tanyai iskola is lehet. Adhat továbbugrásra lehetőséget, erőt, bátorságot, csak akarni kell. Csak hogy a másik mappákban van a levél, majd beszorolvasom, hogyha érdeklenek. Azon kívül szintén kaptam tegnap egy levelet Szegedről, Sarkadi Sándortól, ismerik biztosan sokan, aki azt írja, ugye, majdnem szóró-szóra nem ezt írja, de ugyanezt írja, hogy ez az iskola adott annyi erőt, adott annyi tudást és annyi nevelést, hogy nem volt nehéz magasabbra jutni. És ez úgy érzem, hogy ez megmagyarázza, hogy ez az élet értelme. Itt befejezem a búcsú beszédemet, és akkor... A táblára ott van írva, a Barkai iskola 80
80. évfordulója állították a volt tanulók. 1922-2003. Erre a kicsi hazára tűnjük, akkor hozzára. Mert akik itt vannak, hazájuk volt. Otthonuk és hazájuk volt, önök is felületek.